Na akkor ugye bár egyedül maradtam megint. Próbálom felkonferálni a mérkőzést, ahogy Sky szokta, pedig ő ebbe jobb. Kicsit professzionálisabban tolja, mint én. Én elég kezdő vagyok ezen a téren. Szóval, Fana és Scuderia mérkőzését látjuk. Hát ez a pálya igazából szerintem eléggé balanszos pálya, és eléggé közismert is. Nem szeretnék róla nagyon részletesen beszélni, szerintem már mindenki ismeri ezt a pályát. Egyelőre várjuk, még kibontakozik a mérkőzés, meg visszatér Sky, és esetleg részletesebb információkat tud szolgálni, mint én. Maradjunk annyiban, hogy ez a PVT felállás, vagy TVP, tök mindegy. Én úgy vagyok vele, hogy a Terránt azt nerfelni kellene. Opterán. De azért úgy érzem, hogy azért ez a játék már kezd eléggé balanszossá válni, még hogyha sokan nem is így gondoljátok. A lényeg az, hogy sokat kell gyakorolni. Azt hiszem, hogy mindkét játékosról kiderült már, ahogy a közvetítést is végigkövettétek. Mindkét játékos makroorientált játékos, és szerintem itt is egy limit csatát láthatunk majd a végkimenetelben. De ez majd csak a jövő zenéje. Először is Fanáról még annyit szeretnék elmondani, mert ismerem őt. Scuderiát nem ismerem. Fana egy Warcraft 3-as játékos volt. Ha jól emlékszem, eléggé magas szinten játszott, és ahogy átváltott Starcraft 2-re, én sokat játszottam vele. Nagyon-nagyon-nagyon jól mikrózik, és nagyon céltudatosan játszik, amint az utóbbi mérkőzésekből ez is kiderült. Precíz és nem nagyon követett el hibákat. Meg nem nagyon követel hibákat. Két gázzal kezd, ez úgy néz ki, hogy esetleg gateway robó, vagy esetleg 3 gateway robó, de igazából ilyen hamar nem nagyon lehet következtetéseket levonni. Scuderia pedig egyből fast expanddal kezd, ami azt szerintem a legjobb választás ezen a pályán Terránnak. Fana is szintén jól kezd. Az egy gateway expand az nagyon jó választás, csak azt nem értem, hogy miért gázozta be magát. Egyikből sem szedi a gázt, ez esetleg megtévesztés, vagy céltudatos, biztosan értelme van, de én nem találtam volna értelmét, hogy miért rak le két gázt, hogyha a Nexus-szal kezd. Hamarabb lerakhatta volna így a Nexus-t, szóval ezt nem értem, bár biztos megvan az oka. Ezen a pályán szerintem bármilyen stratégia helytáll tulajdonképpen. Ha most a Protoss oldalt nézzük, kezdhetett volna akár 3 gateway, 2 gázzal, és Twilight Conceal, majd Blink Stalker, mert nagyon jól lehet itt a rámpákon blinkezni. Kezdhetett volna akár Templárral, aztán Fast Expand, ahogy az utóbbi, nem tudom, hanyadik meccsen játszották a srácok. Tehát bármelyik kezdés helytállna itt igazából, de nem értem, tehát még mindig nem értem, hogy miért ment olyan hamar a gáz. Biztos, hogy egy hamar lesz itt, vagy Templár, vagy Kolosszus. Az előző meccsen is Kolosszus láthattunk, valószínűleg most is az lesz. Scuderiától pedig, hát nem tudom, tehát Terránban nem tudok ást fogalni, majd ha a Sky visszatérő majd elmondja, hogy miért így kezdte Scuderia. Haladjunk sorba. Tehát most megy a
megy a próbgyártás, SCV gyártás, van a nagyon-nagyon jól álszerű fedő ügyileg, 33 próbja van. Scuderia pedig inkább szerintem a Hewlett-tel tartja a lépést. Igen. Itt most nem sokára ledob még jó pár gateway-t Fana, aztán elkezdődik a makrózás. Bármi megtörténhet még ezen a meccsen. Starport. Szépen építkeznek itt sorban. De még mindig nem tudom, hogy mi lesz ebből. Úgymond majdnem mindent meglátott Scuderia. Fana még mindig csak a próbot nyomja. Úgy érzem, hogy Fanának nagyon jó gazdasága lesz, mire itt csata lesz a vége. Aztán Kolosszust fogunk kapni a végére. És megérkezik két Stargate. Na erre kíváncsi leszek, hogy itt most mi fog kisülni. Kolosszus, Gateway, 3 darab, 2 Stargate. A másik oldalról pedig Viking. Medivac. Akkor itt egy szokványos Mara, Medivac, Marine felállás fog következni. Protoss részről pedig Zealot, Phoenix, Kolosszus. Ez számomra eléggé érdekes BO, de majd most meglátjuk, mi sül ki belőle. Scuderia elindult próbálni egy timing támadással, ami nagyon jó időzítés lesz, ha tovább megy. Ha egy jó mikróval ki tudja fókuszálni a Kolosszust, akkor nagyon hamar behúzhatja ezt a mérkőzést. Fana már ezt tudja, hogy mert le a Xel'Naga Cavern toronynál látta, hogy érkezik a támadás. Ha nagyon jól használja a Force Field-et, akkor ezt egyszerűen megfogja. Aha, és itt drop következik fel a mainre, ezt is érzte Fana, hogy itt ez lesz. Ezt nagyon egyszerűen fogja. Scuderia nem tud nem sok mindent csinálni, nagyon jól pozícionál Fana az egységeit, szinte sérülésmentesen megúszta ezt a támadást. Ezt nagyon jól csinálta Fana. Látszik a rutin, nagyon látszik, hogy nagyon könnyen kezelte le ezt a támadást, de most ezt a pár főnixet nem kellene beöletni, vonulj vissza, tesó. És ezáltal, hogy Scuderia beölette a seregének a 90%-át, eléggé hátrányba kerül, és épp akartam mondani, hogy expelni kellene a Protossnak, és jól is teszi ezt Fana. Terrán barátunk, úgymond megpróbál makrózni, de mivel szorításban van azáltal, hogy most egy csomó unitot beöletett, ezért valamilyen szinten félnie kell attól, hogy kap most egy támadást, de mivel hogy a Fana az nagyon előre gondolkozik, és látja, hogy itt tulajdonképpen ő irányítja a mérkőzést, simán el tud, akár még egyet is expelhetne. Amit viszont nem értek, hogy szinte alig van unitja a Terránnak. Drop készül, de szinte semmi. Semmi serege nincsen. Fanának meg azért már megbízható gazdasága van, viszont nagyon kevés gateway. Egy robó. Hát meglátjuk, mi sül ki belőle. Már várnám Skyt-t visszatérjen, mert itt egyedül eléggé unalmas itt ülni. Érkezik egy Dobscrudéjától. Fana nem sok mindent sejt ebből. Érkezett egy Thor is. És érkeznek továbbra is a Thorok. Érkezik a Drop.
De ezzel a négy marauderrel nem sok mindenre fog menni. Egyből jönnek a főnixek, és nullára velik ezt a sereget, szóval ennek nem sok értelme volt ennek a dropnak, bár egy próbát megért. Falának ez a BO-ja, ez nagyon nagyon biztonságos, ugye, ugyanis bármilyen támadást simán el tud hárítani. Egyszerűen, ahogy itt látjátok ti is, nem nagyon tudja megfogni fanát. Nem sokára a fana le fog dobni még egy expet, Kudinak kéne még egyet tolnia, mert ezzel már nem nagyon fogja tudni tartani a lépést fanával. Itt egy másik medivak. Derít vele. Azért azt lehet látni, hogy limitben is sokkal jobban áll fana. Rettentően sok próbja van. Nagyon jó a gazdasága. Azt hiszem, hogy itt lassan kezd elnőni a mérkőzés, még a csata nem is nagyon volt. Még esetleg, amit hiányolok, nem, igen, nem kell hiányolni, itt van a Templar Archis. Ha nem is számít pontosan arra, hogy torrozik esetleg, de a feedback mindenféleképpen nagyon jól fog jönni, még ha nem is fejleszti ki a Stormot. Arkon nem hiszem, hogy szükséges már. Fana nem sokára limiten van, ledob még egy két expet. Scuderia pedig valamiért nem tudja tartani a lépést fanával. Tehát itt azért most kiderülnek itt a szintkülönbségek, hogy taktikusnak taktikus a Scuderia, tudja, hogy mit kell tennie, de nem tudja tartani a fejlődési lépést fanával. Nagyon sok SCV-je van, de kezd kifogyni. Rosszul van szaturálva, nem neri elküldeni az SCV-ket, mert itt a csereg, és akkor most egy nagy csatát láthatunk. Hatalmas támadás. Force Field ilyenkor már igazából semmit nem ér, ha van Thor. Főnixek leaprítják a sipeket. Ejhaj! Hát én azt hittem, hogy ebből a támadásból kicsit jobban fog kijönni Fana, de ezt nem igazán jól csinálta. Ettől függetlenül, hogy most ezt a csatát igazából elvesztette, de van olyan gazdasági háttere, hogy pillanatok alatt visszahozza magát Egrába. De viszont gateway-ek alakul, de még mindig nem az igazi. Pénzét nem nagyon tudja elkölteni, tehát 1000 felett jár minerálban, nem igazán költi a pénzét. De azért nem tudja elkölteni, mert nincs elég gateway szerintem. Tehát már kész van a harmadik expand is. Scuderiának pedig ez a csata után kellett volna építenie még egy command centert, egy orbital centert. Mert megtehette volna igazából a csata után simán. Na lássuk, mit akar ezzel kihozni. Upgrade-ben nagyon ott van. A csatát is valószínűleg ezért nyerte meg, mert fanának csak egyes támadása van kifejlesztve. Itt még, ha ezt a csatát szépen hozza Scuderia, még bármi lehet. Fejlesztésben nagyon ott van. Kicsit kéne mikrózni, így van, nagyon ügyes. Kiszedi gyorsan az alatokat, utána a balat három arkon, azt igen nehéz kiszedni. Igen. Azok az arkonok, azok most nagyon kellettek, és ezt fana nagyon jól tudta, hogy itt szükség lesz már valami keményebb egységre is. Innentől kezdve azt hiszem, hogy már nincs miről beszélni, szóval gazdaságilag is és seregügyileg is toppon van. Mostantól kezdve már csak ki kell defelni. Már nincs is szükség arra, hogy kideffelje igazából, mert abszolút előnyben van. Sajnos most már a Terrán még a 2x2-es upgrade sem fogja kisegíteni. Fana most úgy látom magához tért, elég jól költi a pénzét.
viszont ezek a támadások feleslegesek lettek volna, mert csak felesleges pénzkidobás. Úgy érzem, hogy ha most összegyűjtene egy limit sereget, neki menne szemből, attack move-val végigvinni a Terránt. Nem tudom, hogy letett két forge-ot, de nem igazán fejlett benne. Még pénze most nincs rá, de... A lényeg az, hogy biztonságban érzi magát. Map control megvan. Folyamatosan mozgásban vannak az egységei, ami nagyon fontos. Scudiréja pedig próbálja költeni azt a kis kevés pénzit, ami van, de ez így kevés. Azt érzem, hogy azok a torok, azok pénzkidobás volt. Egyszerűen semmire nem ment vele. Ha vett volna belőle Marauder Medivac, sokkal többre ment volna. Most itt egy végső csatát láthatunk, úgy érzem, mert ezt már nem nagyon lehet kimikrózni. Kolosszus, Arkon, Immortál, HT. Itt a vége, fuss el véle. Nagyon szépen játszik Fana. Szépen elkapta a jövőket, ghostokat. És most már csak a végszót kell meglátnunk. Innen nincs visszaút. A becsületéért küzd már csak Scuderia. És nagyon sok Protoss azt mondja, hogy Phoenixnek nem sok értelme van, hát most ezen a mérkőzésen megláthattátok, hogy igenis sok értelme van, még a végjátékban is. GG.